A Ferencváros nagy dobása a múlt hétre tehető, ekkor a zöldfehérek a tabellán 4 pontos előnyre tettek szert, most pedig Kriston készülődik bedobáshoz, középen pedig már a zöldfehér játékosok készülődnek a Videóton elleni találkozón. Rutka tovább csúsztatja Gera, a 4. percben vezetést szereznek a hazaiak. A Videóton utoljára 4 mérkőzéssel ezelőtt tudott győzni, akkor 4-0 arányban az Újpestet verték, azóta viszont nem megy a csapatnak, most pedig már a mérkőzés legelején hátrányba kerülnek, Gera az ötösön teljesen egyedül maradt. Rutka pedig kézjelzéssel is mutatta a bedobásnál, hogy ő kéri, ő is csúsztatta tovább, Gera pedig nem hibázott. 1-0 a hazaiaknak. 13. perc. Pinte szerez labdát. Nagy lendülettel indul el. Az utolsó 2 találkozón 4 gólt lőtt Horvát. Vén fut mellette, Horvát inkább befele indul. Balassá megpattan a labda. 2-0. Csank Jánosnak pedig már gratulálhatnak is a ferencvárosi kispadon. 13 perc alatt gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. Horvát lövése a Videóton középhátvédjén változtatott irányt. Horvát passzolhatott volna Vénhez is, ő befele indult 6 fehérmezes védő között, és igaza lett. 26. perc. Balassa rosszul ér hozzá, Vén lő, megpattan a labda. Ez pedig már a következő akció. 3 perccel később, a 29. percben Gera, kapufa. A Ferencváros nagyon sok helyzetet alakít ki, Csongrádi Ferenc pedig most már tényleg gondban. Lipcsei. Vén. Nem túl nagy iramú ez az akció, Lipcsei. Visszaszerzi a labdát, Pinte, visszateszi, Lipcsei gól. 3-0 most már. A ferencvárosiak járatták a labdát, de hát gyakorlatilag álló helyzetben. A fehérváriak azonban visszapasszolták hozzájuk a labdát, ezek után pedig ez a kényszerítő gólt hozott. Milinte kapus még bele tudott érni. Pinte remekül tette vissza a labdát. 3-0. Ahogy az előbbi lassításon látták, Pinte nagyjából egy vonalban helyezkedett a védőkkel. Fehérvári akció, mert ilyen is volt. Német, Szűcsvéd. A ferencvárosi kapus az utóbbi időben megint magára talált. Most Német lövésénél be is kellett ezt bizonyítania. 2. félidő. A találkozó 55. perce. Rutka. Elveszíti a labdát Német Tamás. Még mindig ő. Beteszi középre. Szalai lő. Szűcsnek kell megint védenie. Ez már egy zöldmezes akció. Vén, 14. perc, beteszi középre a labdát, kifejelik. Lipcsei, Tóth Mihály, nem volt lesen, Milinte véd. Zsulinho csúszik oda Tóth Mihályra. Tóth beadását Milinte már fogja. 16. perc, azaz 2 perccel később. Vén, remek kiugratás, Tóth Mihály indul meg. Szalai Csaba fut mögötte, Tóth. Elesik, utolérte Szalai. A döntés pedig 11-es és piros lap. Szalai Csabának kell elhagynia a játékteret. A fehérváriak vitatkoznak, a szabálytalanság tényén nem nagyon lehet, esetleg azon, hogy a 16-oson belül vagy kívül történt. Itt fogja meg Szalai Tótot. Tóth pedig belül esik el a 16-oson. A szabálytalanság érzésem szerint kívül történt. Minden esetre 11-es, Horvát Péter. Szétrebben a kapu mögött a ferencvárosi szurkolócsoport, amely gyerekekből áll, már 4-0 a Fradina. Csank János pedig teljesen elégedett lehet. Milinte az ellenkező irányba indult, Horvát pedig nagyon higgadtan helyezett a kapu közepébe. Zsulinho, szép csel, Szűcsnek kell megint védenie. A brazil játékos túl sokat nem mutatott a találkozón, Lipcsei vágja közben Szűcsöt pofon, Zsulinho, Szűcs! Ravasz volt, ahogy kapura csavarta a brazil. Kriston, visszakapja Lipcseitől, jó a csel, Kriston, Milinte, Tóth Mihály, Horvát, nincs bent. A labda útját azt hiszem szemmel is nehezen lehetett követni. A Ferencváros továbbra is támad, Kriston, Alex Monkentől kapta vissza a labdát.
Véna túloldalon. Jó a visszagurítás, Lipcsei lőhet. A Ferencváros támad annak ellenére, hogy most már tényleg magabiztos az előnyük. Itt van Lipcsei lövése, a pipa mellett centikkel ment el a labda. Pinta a 16-oson belül. Milinte jön, de nem tudja elboxolni. Pintéig jut a labda. Dragoner lyukat rugott közben. Alex Monken. Jól teszi be Dragoner, ez pedig gól. Az ötödik. Dragoner előre húzódott, és először ugyan az akció folyamán lyukat rugott. Ezt azonban most belőtte. Alex Monken Usvát mellett vitte el a labdát. Dragoner pedig gyakorlatilag senkitől sem zavartatva lőhetett a hálóba. Körülbelül 7 méterről. 5-0 a Ferencvárosnak a 43. percben. 45. perc. Vén szöglete. Pinte. Ellövi, Milinte véd. Ez volt a találkozó utolsó jelenete. A Ferencváros nagyon könnyedén 5-0 arányban győzött a Videoton ellen.